a 4. adventi vasárnap a Csányszentrei Általános Iskola kisdiákjai és pedagógusai örvendeztették meg a közönséget a főtéren. Ünnepi dallamaikkal kezdődött el a városi ünnepség. Azzal fogom kezdeni, hogy az adventi koszorúról beszélek, amit eredetileg egy német evangélikus lelkész, Johannes Wilhelm készített 182 évvel ezelőtt. Szemerei János evangélikus püspök beszédében elmondta, az első adventi koszorún még 28 gyertya volt. Minden nap egyel többet gyújtottak meg. Hangsúlyozta, a koszorúra nem szabad dísztárgyként tekinteni. A rajta található gyertyáknak ugyanis üzenetük van a világ felé. Ez az év legsötétebb időszakában készül, amikor rövidek a nappalok és hosszabbak az éjszakák. Tudjuk, hogy már az ősi időkben is ünnepelték ezt a téli napfordulót, pogány ünnep volt, de a Krisztus hívők, amikor karácsonyt a téli napfordulóhoz igazították, annak az volt a hitvallásos üzenete, hogy számunkra, Krisztus követők számára ez a fordulat azt is jelenti, hogy nem csak fizikai értelemben van szükségünk arra, hogy a sötétség hatalma visszaszoruljon, és legyen több a világosság, hanem átvitt értelemben, lelki értelemben is. A püspök kifejtette, a sötétség rosszul érint bennünket, főként az északi országokban látható, hogy ebben az időszakban sok a depressziós ember, lelkileg pedig rosszul érint bennünket minden, amit a sötétséghez kapcsolunk. A Krisztus követők karácsonnyal azt is kifejezésre juttatták, hogy a sötétségnek ez az átvitt értelmű korszaka is egy új fejezetet nyithat Jézus születésével, akit mi a világ világosságaként tisztelünk, imádunk és próbálunk követni, hiszen ő az egyetlen, aki győzni tudott a sötétség hatalma, a bűn és a halál fölött. Ezért olyan fontos ünnep a keresztény nyugati civilizációban Jézus Krisztus születése. A köszöntő beszéd után Szemerei János, Nagy Bálint és Manninger Jenő közösen gyújtották meg a szeretet lángját. Ezt követően valamennyi jelenlévő kaphatott a betlehemi lángból egy-egy mécses segítségével, hogy mindannyiuk otthonába betérhessen ez a fényesség is. A betlehemi születésbarlang örök mécseséből vett láng Isten szeretetének és békéjének szimbólumaként érkezik meg hosszú évek óta Magyarországra osztrák cserkészek közreműködésével. A karácsonyi kirakodóvásár, illetve a korcsolya pálya továbbra is üzemel. Egészen január elejéig várják az érdeklődőket és kikapcsolódni vágyókat a főtéren.